Nekem csak az első napom. Nekem is. Kicsik és nagyobbak is érkeztek a sóstói Hungest Hotel céges gyerektáborába. Szereztünk új barátokat. Tudunk együtt játszani. Az egésznapos játék és kézműves foglalkozások mellett a kicsik bepillantást nyerhetnek a szállodai élet mindennapjaiba is. A korosztály nagyon vegyes. A 4 éves ovistól a 10 éves általános iskolásig szakképzett pedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Én nagyon örültem ennek a lehetőségnek, és nagyon fontos volt az, hogy lássák, hogy én hol dolgozom, milyen környezetben dolgozom, és ugye a nyári szünet alatt ők is hasznosan töltsék ezt az 1 hetet. 5 éves a kisfiam, 7 éves a nagylányom, és mind a ketten nagyon jól érzik magukat. A szálloda vezetősége hosszas előkészítés után házon belül szervezte meg a nyaraltatást. Részvételi díj nincs, a hotel dolgozóinak gyermekei ingyenesen látogathatják a tábort. Első alkalommal szerveztük meg ezeket a táborokat, mivel nagyon fontos számunkra a minőségi vendégvélemény, és azt gondoljuk, hogy ha nincs szakképzett munkavállalónk és elégedett munkavállalónk, akkor nem lesz sok minőségi vendégvélemény. Ezzel a apropóból szerveztük ezeket a táborokat, és próbálunk segíteni mindazoknak a munkavállalóknak, akik nehezen tudnák vagy nem tudnák elhelyezni ebben a helyzetben a gyermekeiket, és addig gondoltuk azt, hogy megszervezzük ezeket a táborokat, és lehetőséget kaptunk a Hungest Hotelszől, hogy erre alkalom nyíljon. Egy korábbi országos felmérés szerint az alkalmazottak 70%-a dolgozik olyan helyen, ahol komoly nehézséget jelent a 10 hetes nyári vakáció kitöltése. Az aktuális munkaerőpiaci tendenciák azt mutatják, a dolgozók lojalitásának növelése egyre fontosabb a munkáltatók számára. Ez a fajta társadalmi felelősségvállalás pedig hosszú távon a vállalati környezet kiegyensúlyozottságához is vezethet.